német nyelvű ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a magyarországi németek kitelepítésének 76. évfordulója rendezett állami megemlékezés Bonyhádon. A történelmi egyházak nevében mondta el gondolatait németül Balogh Zoltán református püspök, Felföldi László, a Pécsi Egyház megye katolikus püspöke és Kondor Péter, evangélikus püspök. A szentmisét követően Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere lépett a mikrofonhoz és köszöntötte a megemlékezés résztvevőit. Kiemelte, azokra emlékezünk, akiknek leszármazottai a mai napig ápolják a magyarországi németek hagyományait és kultúráját, és mindezt megélik lelkükben és hitükben egyaránt. Mindannyiunk számára ismert a szomorú esemény. Közvetlenül a II. Világháború lezárását követően a kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között mintegy 200 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba, illetve hurcoltak el a Szovjetunióba. Hátrahagyva otthonaikat, családjukat, szeretteiket, és mindazt, amit addig életük során felépítettek. Ma rájuk emlékezünk. Az elhurcolt svábok a ma emberének is példát mutatnak. Példát mutatnak kitartásból, küzdeni akarásból, emberségből és hazaszeretetből. Ők a magyar himnuszt énekelték még akkor is, amikor azt sem tudták, hogy a vagonok hová tartanak velük. A mi kötelességünk megőrizni emléküket, és méltó módon ápolni azt. Ezt tesszük ma is, amikor fejet hajtunk az elhurcoltak előtt tisztelegve. Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlékező beszédében Herzog Anna történetét mesélt el, aki elveszítette gyerekként a családjának jelentős részét. Tisztelt emlékezők! Ez a kislány édesapját, édesanyját, nagynénjét hamar, legalábbis fizikailag elveszítette. Kényszersorozás német hadseregbe, Málenki robot Szovjetunióba. 1865 Bonyhádi nemzettársával járt hasonlóan. 1946. június 1-től a már itt visszatért édesapjával együtt Németországba üldözték 3125 bonyhádi nemzettársával. Évtizedekig, bár befogadták, szerették őket, mégis hontalan és idegen volt. Egy kislány története, de ugyanilyen történetet, ugyanilyen tragédiát elmondhatna több mint 3000 bonyhádi, több mint 13 000 bölcségi, több mint 200 000 magyarországi német, de ugyanígy hasonló sorsokról beszélhetne közel 13 millió kelet- és közép-európai német nemzetiségi. Arról beszélt, az akkori kor embere azt hihette, a II. Világháború után a megnyugvás ideje következik, de a világhatalmi törekvések szertefoszlatták a reményeket. És azt gondoltuk, azt hihettük, azt remélte az akkori kor embere, hogy a II. Világháború lezárása után vége lesz ennek a szörnyű 20. századi tragédiának, tragédiák sorozatának. És vége lett? Nem. Mert kollektív bűnösként azokat a németeket kiáltották ki, akik például itt Magyarországon talán a nemzet leghűségesebb honfitársai, nemzettársai voltak. Nem, mert hagyták, hogy a kommunisták topzódjanak. Nem, mert hagyták, hogy egy újabb diktatúra, a kommunista diktatúra milliókat és milliókat pusztítson el, és üldözzön el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egyeket teszem a választókerületének országgyűlési képviselője. Beszédében azt mondta, a magyarországi németek életének vezérgondolata az volt, híven síromig magyarnak maradni. Azokat is a bűnösök közé sorolták, akik védték az otthonukat, közösségük becsületét és Magyarország érdekeit is. A németeket ért első csapás a Málenki robot volt, és az a nap, amelyre ma emlékezünk, egy történelmi folyamatnak része, amely igazából nem 46-ban,
hanem 1944 végén indult el, és 49-ben fejeződött be. A Vörös Hadsereg, amikor nálunk is megjelent, válogatás nélkül vitte el a németeket munkaszolgálatra. Nem érdekelte a szovjeteket, hogy ki milyen seregben harcolt vagy nem harcolt, férfi vagy nő, akinek németes volt a neve, azt vitték, s ha belőlük nem találtak eleget, akkor vitték a magyarokat is. A hivatalos adatok szerint csak innen 215 főt vittek el. A későbbi kitelepítések Bonyhádon mintegy 2000 embert sújtottak. Az egész folyamat lezárásáig a Dél-Dunántúlon közel 70 ezer ember napjai teltek létbizonytalanságban. A magyarországi németek elszenvedték a menekülést, a munkaszolgálatot, a Mánenki robotot, a vagyonelkobzást és a kitelepítéseket, sőt ennél többet is. Dicsőség azoknak, akiket letiportak ugyan, mégsem vesztették el becsületüket. Az ünnepség részeként a megemlékezők megkoszorúzták az elhurcoltak és elűzöttek Bonyhádi emlékművét, melyet az esemény 75. évfordulójára emelt, de a vírusveszély megakadályozta az átadását. A történelmi egyházak vezetői áldatták meg az emlékhelyet. Az ünnepség kapcsán Johannes Heindl, Magyarország-Németországi nagykövete azt mondta, kiemelt jelentősége van annak, hogy ne felejtsük el mindazt, ami a magyarországi németséggel történt, mert ez a biztosítéka annak, hogy nem történik meg még egyszer hasonló tragédia. Az emlékhelyen Potápi Árpád János arról is szólt, nem csak a kiűzöttek éltek meg nehéz időszakot, hanem az itthon maradottak is, akiknek szembe kellett nézni családjuk, barátaik elvesztése mellett a betelepítés hatásaival is. Tudunk ilyenkor arra is emlékezni és számot vetni azzal, hogy akik itt maradtak, németek, és akik ide kerültek, akár székelyek, akár felvidékiek, vagy máshonnan, azoknak utána ebben az embertelen világban, amire rátelepedett a kommunizmus, kellett egy élhető közösséget kialakítani. És én úgy gondolom, hogy mindig voltak becsületes emberek, akik ezeket a közösségeket létre tudták hozni, és meg tudták erősíteni. Ennek is példája a mai Bonyhád és Bonyhád környéke, ahol szinte minden település hasonló gyökerű, vagy több gyökerű, és azt láthatjuk, hogy ezek a közösségek, ezek a települések fejlődnek, úgyhogy minden népcsoport, nemzetiség, a németek és a magyar népcsoportok megőrzik az identitásukat, megőrzik a hagyományaikat, és most már nem csak szomszédai vagyunk egymásnak, hanem rokonai is vagyunk egymásnak, és én azt gondolom, így van ez jól. Visszaemlékezve a történelemre, visszaemlékezve ezekre a szörnyű időkre, számunkra, ma élő magyaroknak az a legfontosabb, hogy egymást elfogadva, tisztelve alakítsuk a jelent.